100 éves lett Észak-Írország, de ez idő alatt nem csökkentek az ellentétek. Egyeseknek a boldogság, másoknak a gyásznapja a centenárium. Én ünnepelni szeretném Észak-Írország megalapítását, és hogy mennyi minden jót adott a világnak. Nekünk is vannak problémáink, de melyik demokratikus országnak nincsenek? Kérdezte egy lojalista ünneplő. Mit gondol, mit az a következő 100 év? Egyesek szerint 10 éven belül egyesülünk Írországgal, én nem hiszek ebben. Ezért is tartom fontosnak, hogy leüljünk és megbeszéljük, hogy együtt hogyan tehetjük jobbá Észak-Írországot. A kijárási korlátozásokat épp feloldották a centenáriumi ünnepek előtt. Az élet lassan visszatér a korábbi medrébe, de továbbra sem terveznek nagy ünnepségeket. A hatóságok nem szeretnének a Brexit miatt kirobbant zavargásokhoz hasonló eseményeket. Biztos vagyok benne, hogy most senki nem akar provokálni, de valakinek azt számít provokációnak, ha nem lesz semmi, mondta az Ulster Egyetem egyik tanára. A sebek nem gyógyultak be. A briteket és az íreket elválasztó fal felépítése óta enyhén csökkent a lojalisták száma. Nem hiszem, hogy 100 év múlva ugyanilyen lesz az ország. Változnak az emberek, változik a politika. Hogy akkor Egyesült Írország lesz-e, vagy valami most még elképzelhetetlen formáció, azt nem tudom, de nehéz időszaknak nézünk elébe. Több ezer család vesztette el tagjait az évtizedek óta tartó erőszak miatt. Sarah partnerét, Lyra McKee újságírót 2 éve lőtték le ír nacionalisták, miközben a zavargásokról tudósított. Nincs mit ünnepelni Észak-Írországon. Már a kezdetektől fogva nagyon problémás állam volt. Talán idővel majd változik. Sarah attól tart, hogy a 23 éves béke megállapodás fölött eljárt az idő. A nagypénteki egyezményt szimbolizáló hídon állunk. Működik még ez a megállapodás? Szerintem itt az ideje tovább lépni. Sokan azt mondják, hogy nem szabad hozzányúlni, de szerintem hozzá kellene igazítani a mostani Észak-Írországhoz. Teljesen más most a helyzet. A centristák sokkal többen vannak, és remélem megtalálják a hangjukat is. Most csak a legszélsőségesebb hangokat hallani. Az egyezmény megszüntette a mindennapos erőszakot, de a megosztottság megmaradt Észak-Írországban.